Ezt a kamiont várt a kora délután néhány lelkes érdeklődő a csónakázó tópartján. Ez hozta a halakat, ezúttal Somogy megyéből. A horgászok egyik kedvence, a ponty került a csónakázó tóba. Ilyen és ehhez hasonló méretű, háromnyaras pontyokat telepítettek a tóba. A pecások alaposan szemügyre vették a majdani zsákmányt. Nagyon szép állomány érkezett most Szombathelyre. Súlyban egy kilótól olyan 2,5-3 kilós jöttek a halak. Januárban közel 7 tonna vegyes-fehér halat, például keszeget, kárász telepített az Egyesület a kezelésében lévő horgásztavakba. Most több mint 11 tonna ponty került a vizekbe. A tavaszi haltelepítés azért van ilyen korán, mert most indul a horgászszezon. A téli jégpáncél eltűnt a tavakról, a horgászok is szívesen bemerészkednek kipecázni. Halaknak, ami nekünk nem jó, hogy nagyon hideg van, és a vízhőmérséklete is hideg, az a halaknak jó. Ilyenkor a betegségek sem annyira alakulnak ki, a szállításkor is kevesebb a probléma. Persze mindig van egy-két darab elhullás ilyen mennyiségű halnál, de az jelentéktelen ahhoz képest, mint ami mondjuk nyáron nagy melegben 30-40 fokba való szállításkor kialakulhatna. A következő haltelepítés nyáron lesz majd, akkor szintén ponty kerül a tavakba. A szövetség egyébként a tavaly évhez képest 10-15%-kal drágában tudja a halakat megvásárolni. A telepítés miatt egészen szombat reggelig általános horgászati tilalom van érvényben a horgásztavakon. A folyóvizeken állandóan jelentkező áradások miatt a vadvizek ponty telepítésére később kerül sor.